Jó estét kívánok nézőinknek! Önök a Tatai Televízió napi híradóját látják június 24-én, hétfőn. Tartsanak velünk ma este! Az elmúlt 20 év legnagyobb esőzése sújtotta Tatát a hétvégén. A holokauszt 75. évfordulójára emlékeztek a zsidó temetőben. Hivatalosan is lezárult a tanév a Vaszari iskolában. Megérkeztek a tanulók a liechtensteini kirándulásról. Az elmúlt 20 év legnagyobb esőzése sújtotta Tatát a hétvégén. A vihar szombat délután érkezett, és alig másfél óra alatt több helyen megbénította vagy lelassította a közlekedést. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékot a csatornák nem tudták elvezetni. A tűzoltókat elázott pincékhez, beázott lakóházakhoz riasztották. Beázott házak és pincék, elárasztott útszakaszok. Tata sem úszta meg a szombati vihart, amikor két óra alatt egy havi víz zúdult a városra. Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint országos viszonylatban is kiemelkedő mennyiségű, 72 mm-nyi eső esett a térségben, amely Tata több pontján okozott gondot. Szombaton délután villámlással teli zivatarrendszer lépte át a nyugati határt, emiatt heves viharok alakultak ki, helyenként felhőszakadással, kiadós mennyiségű csapadékkal. A meteorológiai szolgálat csapadék térképe azt mutatta, hogy térségünk kapta hazánkban a legtöbb esőt egy nap alatt. A hirtelen lezúduló eső következtében az egyik legtöbb bejelentés megyénkben érkezett a tűzoltókhoz, akik Tatán is számos helyen szivattyúztak. Kintről folyott be a víz, a csatorna nem tudta elszívni, és egész udvarba hömpölygött a víz. A pincébe befolyva fél méteres víz állt, benn voltak a gépek, akkor kéziszerszámok, hűtő, illetve öntözőrendszer dolgai. Teljes mértékig elázott minden az egész pincében, és az egész udvaron hömpölygött a víz, amíg ki nem érkeztek a tűzoltó kollégák. Évtizedek óta nem esett ilyen mennyiségű eső, ilyen gyorsan. Sok eső esik mostanában Tatán is, de ilyen mennyiség nem esett le. Az a rendszer, ami a városban működik, csapadékvizelvezető rendszer, az se bírta. Még olyan pontokon se, ahol az életben nem láttunk ekkora tócsát, Május 1 úton, vagy az új út bizonyos pontjain, vagy a Papák kocsma előtt az új út és a Komáromi út kereszteződésénél, tehát rendkívüli helyeken, rendkívüli mennyiségű víz jött össze. Szeretném megköszönni nagyon egyrészt a tűzoltóknak a nagyon-nagyon gyors és hatható segítségét. Köszönöm a kocsi tűzoltók, önkéntes tűzoltóknak is az együttműködését, segítségét, és köszönöm nagyon a tataiak türelmét is. Személyesen is végigmentem a vihar után az egész városban, nagyon sokakkal beszélgettem. Személyesen mentem el a Vasút utcába, ahhoz a legnagyobb kárt szenvedett, egyik legnagyobb kárt szenvedett családhoz is, ahol sajnos az Újhegyből lejövő vízelvezető rendszer, ami a vasút mellett folyik tovább, és jön aztán a Szent István utcán egészen a patakba, ott áttört a gáton, és áttört azon az árkon a víz, amely arra való, hogy elvezesse az Újhegyből lefolyó vizet, és ott is az egész kert minden úszott. Az látszik, hogy amit már előtte megépítettünk, az viszont stabilan áll, tehát ott tovább kell folytatnunk ezt a megmagasítását az ároknak, de igazából ott is a feladatunk az, hogy a végleges rendszert sikerüljön már megépíteni. Ugye a mostani ciklusban egy komoly nagy ilyen beruházásra tudtunk pénzt szerezni, ez az építőparki elvezetés, ami a Deák Ferenc utca kertvárosnak ezt a részét, az edzőtábor felőli részének a vízelvezetését tudja kezelni. A Vétőszőlősi út mentén, a szervizút mentén lakók rendre eláztak, és most szinte szárazlábba tudtak közlekedni, olyan precízen elvezette a vizet, úgyhogy ez egy jól vizsgázott mű, ez a megépített rendszer. A kismosó is nagyon-nagyon sok vizet tudott jól elvezetni, ott még mindig vannak gondok persze a Kocsi utcába,
Vannak mélyebben épült, akár üzlet, akár házak, ahol ugye mindenki ráadásul a csatornavizét a tetőről kivezeti az utcára, az még pluszba a területre egy jóval nagyobb mennyiségű vizet vezetett rá, mint ami eleve oda leesett, de így is a lényegesen nagyobb mennyiséget tudott elszállítani a Kismosópatak. Ennek a vizsgálata folyik most, hogy hol, miért keletkezett olyan nagy árvizes mennyiségű vízszinte, amit az előbb említett pontokon megjelentek, ezeket vizsgáljuk, és a lehető leggyorsabban keressük ezekre is a megoldást. Ha bárkinek Tatán a víz olyan gondot okozott, és nincs biztosítása, és anyagi gondja lett ebből a történetből, az a kérésem, keressen meg bennünket, meg tudjuk vizsgálni, hogy milyen segéllyel tudjuk esetleg ennek a nehéz helyzetnek a kezelését a családok számára biztosítani. Szombat este a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. Azonnal elkezdte a munkát, több helyen szivattyúztak, vasárnap óta pedig a cég munkatársai folyamatosan végzik a hordalék eltakarítási, tisztítási és útrendezési munkákat, a rácsok és vízlefolyók tisztítását, valamint a burkolt utak melletti patkakimosódások helyreállítását. A holokauszt 75. évfordulójára emlékeztek vasárnap a zsidó temetőben. Városunkban évek óta hagyomány, hogy a Goldberger Alapítvány és a Mazsihisz Komárom-Esztergom megyei zsidó közössége a tatai izraelita temetőben emlékezik meg a holokauszt szörnyűségeiről, amelyek a tataiakat is érintették. A megemlékező program istentisztelettel kezdődött a holokauszt tatai áldozatainak emlékére. A holokauszt áldozatainak szólt a sófár a zsidó temetőben, ahol arra a 650 tataira és környékbelire is megemlékeztek, akiket a II. Világháború idején deportáltak. Az évente megszervezett megemlékezés célja a felejtés és a közöny ellen való fellépés. A Goldberger Alapítvány és a Mazsihisz Komárom-Esztergom megyei zsidó közössége minden évben a tatai zsidó temetőben emlékezik meg a holokauszt szörnyűségeiről, ezzel nyújtva vigaszt mindazoknak, akik átélték. Minden évben a deportálás idején, kit, honnan és mikor, egy ilyen közös gyászünnepséget tartanak, ahol az emlékezetet próbálják fenntartani. Ez egyik üzenet, másik pedig az emlékezés az, ami fenntarthatja ezeknek az embereknek az életét, az üzeneteit, és hát ők így akkor lélekben legalább velünk vannak. Minden évben igyekszem legalábbis az én beszédemet úgy összeállítani, hogy azért tartalmilag mindig más. Én a mostani alkalomnak talán az volt az üzenete, hogy megerősítés, tehát hogy felvállalni bátran a zsidóságot, felvállalni azt, akik vagyunk, és hogy nem szabad megijedni, megfélelmedni azoktól az erőtől, akik ugye hát antiszemita erők, hanem mindenféleképpen fel kell vállalni, igyekedni kell megélni, és ezáltal egy üzenet azoknak, akik ugye hát így mondjam, hogy nem kedvelnek bennünket, hogy itt vagyunk, élünk, túléltünk. Nekünk a Mazsiszemnek, illetve a Kazán István Kamaraszínháznak az a legelsődleges célunk és a legfőbb célunk, hogy a különféle gyűlöletkeltő és gyűlöletbeszédet, illetve a ti és a mi közti szakadékot megpróbáljuk még jobban összekovácsolni, és azokkal a projektekkel, programokkal, amik a magyar zsidó kultúrát még jobban át tudják örökíteni, tovább örökíteni, ezek próbálják majd erősíteni mind a magyarság, mind a zsidóság kultúráját, és azt gondolom, mind az antiszemitizmus, mind pedig a rasszista és gyűlöletkeltő beszédek ellen a kultúra a legmegfelelőbb eszköz arra, hogy ezeket még jobban visszaszorítsuk. A tatai zsidó lakosságot vonattal szállították, először a komáromi monostori erődbe, majd nagyjából egy héttel később tovább Auschwitzba. Sokan közülük már a másnapot sem élték meg. A holokauszt mintegy 6 millió zsidó áldozatot követelt a II. Világháború idején. Megyei és országos tanulmányi versenyeken elért sikerekkel zárult a Vaszari János Általános Iskola 2018-2019-es tanéve. Május 21-én az intézmény 809 diákja vehette át évvégi bizonyítványát, 102 tanuló kitűnő eredménnyel végzett. Az elismerésekben gazdag időszak a gyermekek, a pedagógusok és a szülők közös lelkiismeretes munkájának köszönhető. Több mint 800 tanuló vehette át az évvégi bizonyítványát június 21-én a Vaszari János Általános Iskola tanévzáró ünnepéjén.
Sikeres versenyeredményekben nem volt hiány az időszakban, sőt az iskola idén is meg annyi városi rendezvényen képviseltette magát a 2018-2019-es tanévben. Ez a tanév nagyon jól sikerült a tanulók és a pedagógusok szempontjából is. Nagyon sok szép versenyeredményünk van, hiszen matematikából a megye legeredményesebb iskolája voltunk az Zrínyi Ilona a matematika versenyen. Országos döntőbe jutottak be nagyon sok tantárgyból diákjaink, hiszen kémiából, történelemből, technikából, rajzból, magyarból, matematikából, tehát sorolhatnám tovább a sort, és sportból is olyan szép eredményeink születtek, hogy országos döntőben nagyon sok tanulónk bekerült, ilyen sikeres évünk még nem volt akár a sport, akár a tanulmányi versenyeket nézve. És azt hiszem nem csak a versenyek, hanem olyan pillanatok voltak ebben a tanévben, olyan ünnepségeink, olyan rendezvényeink, ami annyi pluszt adtak a diákoknak, amit így a tantárgyakban nem tanulhattak volna meg, viszont az életre ezek a rendezvények nagyon-nagyon sokat segítettek. Számunkra nagyon fontos, hogy a város tudja azt, hogy itt milyen oktató-nevelő munka folyik, hogy mi mindent megteszünk a diákokért, nem csak azokért a tanulókért, akik versenyeznek, hanem azokért a tanulókért is, akiknek kicsit nehezebben megy a tanulás, vagy esetleg segítségre szorulnak. A mindennapokban nagyon sokat megtesznek a pedagógusok azért, hogy az a jegy görbüljön, hogy akár a 2-es, 3-as, 4-es jegyet elérjék a gyerekek. Nagyon-nagyon sok munka van ebben, talán nem olyan látványos, mint a versenyek, de a mindennapokban ez igenis nagyon-nagyon sok feladatotról a pedagógusra, és természetesen a szülőkkel együtt lehet ezt csak megvalósítani. Úgyhogy köszönet a szülőknek is azért, hogy támogatják a diákokat, akár abban, hogy felzárkózzanak, akár hogy szép versenyeredményeket érjenek el. Tehát a nyolcadikosokat kivéve az összes diák, 809 diák veszi át a bizonyítványát ezen a tanévzáron, illetve ebből 112 kitűnő tanulónk van, úgyhogy, és többen országos eredményért is könyvutalomban részesülnek. Nagyon pihenjék ki magukat, ülepedjen le ez a tudás, amit megszereztek ebben a tanévben, és hát ne legyenek nagyon vakmerőek, és túl bátrak a szünidőben, vigyázzanak nagyon magukra, testi épségükre, viszont nagyon pihenjék ki magukat. Egy picit tegyék félre a mobiltelefont, az internetet, sokat legyenek a levegőn, barátok között, és talán a szülőkkel is egy kicsit több időt töltsenek együtt, hiszen a tanév során ez nem mindig valósul meg. Megérkezett Tatára az a 16 vaszaris diák, akik 3 hete indultak egy liechtensteini kirándulásra, amelyről korábban már beszámoltunk önöknek. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a liechtensteini Vöröskereszt közreműködésével már 25 éves hagyományra tekint vissza az akció, amelynek hála egy felejthetetlen élményben vehetnek részt a város kiválasztott tanulói. Boldogan ölelték át szüleiket azok a diákok, akik 3 hete a Vasszary János Általános Iskola udvarából Liechtensteinbe indultak. A 16 tanuló egy élményekben gazdag időszakot tudhat maga mögött, hiszen a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat és a liechtensteini Vöröskereszt közreműködésével a diákokat izgalmas programok várták, és még a hercegnővel is találkozhattak, ahol a tatai gyermekek Juhász Magdolna Álomhajó című versét is előadták. Voltunk uszodába, és voltunk a hercegnőnél is, és ott szerepeltünk, és mondtam egy verset, és voltunk Mekibe is, a hercegnővel a találkozás. Fura érzés volt, de a kastély nagyon szép volt. A kiválasztott diákok a tanulmányokat sem hanyagolták el a majdnem egy hónapos vakáció során, aminek különlegessége, hogy minden felmerülő költséget a vendéglátó állt. Talán hétvégék, a szombat-vasárnap volt az, amikor nekünk kellett programokról gondoskodni, és az, hogy elmehettünk a hercegnőhöz, és Sophie hercegnő fogadott a várban, ez volt szerintem a legnagyobb élmény. Az út előtt programokat, kézműves foglalkozáshoz választottam mindenfélét, vittem mesekönyvet, találós kérdést, tehát készültem arra, hogy szükség lesz arra is, hogy kézműves foglalkozásokat tartsunk a gyerekeknek, meg ha rossz idő van, akkor mindenképpen. Azt hiszem, hogy nekik is és nekem is óriási élmény volt,
és olyan helyekre eljuthattunk, ahova szerintem magánemberként vagy egyedül itt Liechtensteinben nem nagyon van rá lehetőség. A kezdeményezés már 25 éves hagyományra tekint vissza, mégis minden alkalommal egy felejthetetlen élményt nyújt a diákoknak és a kísérő tanároknak is a rendhagyó tábor. Mikül József tataváros polgármestere június 25-én kedden 13 és 15 óra között fogadja a hozzáforduló tataiakat a városházán, hivatali helységében a 101-es szobában. A lakosok fogadása előzetes telefonos bejelentkezés alapján történik, amelyre az 588-611-es telefonszámon van lehetőség. Dr. Makai Beró Henrietta alpolgármester június 27-én csütörtökön 8 és 10 óra között fogadja a hozzáforduló tataiakat a városházán hivatali helységében a 101-es szobában. A lakosok fogadása ebben az esetben is előzetes telefonos bejelentkezés alapján történik, amelyre az 588-611-es telefonszámon van lehetőség. Könyvtáros munkakör betöltésére hirdett pályázatot a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár. Teljes munkaidős munkavégzésre várják a pályázatokat. A pályázat benyújtásának határideje július 29-e. További információk Tataváros honlapján és a könyvtár honlapján találhatók. A Tatai Rendőrkapitányság vezetője dr. Friedrich Gábor rendőrezredes július 24-én 10 és 12 óra között tartja fogadónapját hivatalában a rendőrségen. Az Ady Endre utca 27-es szám alatt várja a hozzáforduló lakosokat. Harmadik generációs közösségi napot szerveznek a Vízzene Virág fesztivált megelőző napon, a nulladik napon. Csütörtökön délután 2 órakor a tóparti sétány Eszterházi lovarda felé vezető részén várják az érdeklődőket. Csütörtökön délután 5 órakor nyílik a Talentum Gimnázium grafika osztályának Tatami 2 című kiállítás megnyitója az egykori zsinagóga épületében, erre is szeretettel várnak minden érdeklődőt. Mezők Lilioma címmel nyílik a Piarista kápolnában június 27-én 18 órakor egy csoportos képzőművészeti kiállítás, ennek megnyitójára is szeretettel várnak minden érdeklődőt. Pénteken nyílik a Vízzene Virág fesztivál. Számos programmal jelentkeznek a szervezők egész hétvégén. Színpadon koncertekkel, gyermekprogramokkal, vizes programokkal és sportrendezvényekkel várják az érdeklődőket. A hivatalos megnyitót pénteken este 7:30-kor szervezik meg a várszínpadon, a borudvarban pedig este 8:45-kor a borlovagrendi megnyitó lesz, és számos koncerttel is várják az érdeklődőket. Híradónk végén következzenek még egyszer mai híreink egy-egy mondatban. Az elmúlt 20 év legnagyobb esőzése sújtotta Tatát a hétvégén. A holokauszt 75. évfordulójára emlékeztek a zsidó temetőben. Hivatalosan is lezárult a tanév a Vaszari iskolában. Megérkeztek a tanulók a liechtensteini kirándulásról. Június 24-én hétfőn Önök a Tatai Televízió napi híradóját látták, köszönjük figyelmüket. Maradjanak velünk, a folytatásban következik Tallózó című műsorunk. Híradóval legközelebb holnap este várjuk Önöket. Én köszönöm még egyszer megtisztelő figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!